Az 1998-ban körzővel megrajzolt régiók mindmáig életképtelennek bizonyultak, mivel kialakításuknál figyelmen kívül hagyták a térségek gazdasági és kulturális jellemzőit. Románia eddigi közigazgatási átalakításának legnagyobb vesztesei minden bizonnyal a magyar megyék voltak. Ez derül ki a statisztikákból is, hiszen az országos átlag alatt támogatott megyék közel fele Erdélyben van. A különbségek nem, hogy mérséklődtek volna, hanem fokozódtak. A gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek lettek, mert az erős és nagy megyék kaptak több támogatást, és ha ez a trend folytatódik, akkor a strukturális alapok esetében, ahol 6-7-szer, de némelyikkor nagyságrendelve is 10-szer nagyobb támogatási összegekről van szó, elérhető összegekről van szó, ez a helyzet csak romlani fog, amennyiben így marad ez a felosztás. Ékes példa erre a székelyföldi Hargita megye esete is, amely több, gazdasági szempontból jóval fejlettebb megyével került egy régióba. Azóta a várakozásokkal ellentétben a Székely megye évről évre lassabban fejlődik. Hargita megye számára a mostani regionális beosztás nem kedvező, hisz három olyan erős megyével vagyunk egy régióban, amely nagyjából a fejlesztésre szánható pénzek nagy részét elviszi, és ezért igazából az európai pénzek, ha bár olyan célzattal vannak Romániába utalva, hogy a hátrányosabb helyzetben lévő megyék kapjanak többet belőlük, így nem igazán tud érvényesülni az a szándék. Ezért azt szeretnénk, hogy Maros és Kovászna megyével közösen egy fejlesztési régióba csoportosulhassunk. A cél tehát az, hogy a meglévőknél kisebb, ám gazdasági és kulturális szempontból egységes régiókat hozzanak létre. Ez az egyik alapfeltétele az Európai Uniós források hatékony felhasználásának. A regionális operatív program 4,4 milliárd eurót jelent Romániának a következő 7 évben. Ez természetesen hasznos mindenkinek, mert jön a pénz, ebből az önkormányzatok csak 2%-ot kell kifizessenek, akkor, hogyha van pályázat. És hál' Istennek el kell mondjam, hogy elsők vagyunk ilyen szempontból a pályázatok letételét illetően, és most április végéig két szerződést már aláírunk. Az egyik pont Hargita megyei, egy megyei útnak a rehabilitálása, kb. 13 millió euró értékben. Az önkormányzatokon függ, hogy le tudjuk hívni ezeket a pénzeket, vagy nem. Az Európa Tanács elfogadta az Európai Államok regionális kartáját, amelyet az Unió parlamentje is irányadónak tart. Ebben célként szerepel az eurórégiók közötti gazdasági különbség mielőbbi felszámolása. Az Európai Parlamentben nagyon fontos a regionális politika és a kohéziós politika. Nemrég tekintettük át az Európai Bizottság jelentését, ami a 2013 utáni perspektíváról szól. Ezért is próbáltuk kihangsúlyozni a mai nap azt, hogy hosszú távon kell gondolkodni, hosszú távos stratégiákat kell fölépíteni. A fejlesztési régiók szerkezete tulajdonképpen a minden tagállamnak a fennhatósága, viszont nyilván, hogy az Európai Unió és az Európai Unió intézményei elvárják tőlünk azt, hogy hatékony régiókat működtessünk, és hogy állampolgáraink javára tegyük ezt meg. A labda most a bukaresti döntéshozók térfelén van. Ha megfelelően jelölik ki az új fejlesztési régiókat, akkor az eddig hátrányos helyzetben lévő megyék is könnyebben élhetnek a regionális alapok nyújtotta lehetőségekkel.